amikor... Ünnepélyes keretek között mutatták be a híres szombathelyi nők legújabb 14. kötetét. A grófokat és grófnőket és más helyi prominens személyiségeket Puskás Tivadar polgármester köszöntötte a rendezvényen. A könyv az egy igazi, megfogható, illattal bíró, csodálatos dolog. A sorozat a férfiak körében is népszerű. Ezek mind olyan értékes életutak, ahol legtöbbében azért férfi is van a nők mellett, mint ahogy minden híres, sikeres férfi mögött áll egy nő, ugyanúgy a sikeres nők mögött is álltak férfiak, akik a megvalósításban segítettek. A kiadó tervei szerint még 2 kötet születik ebben az évben. Legfontosabb az, hogy minden hölgynek, asszonynak a gyökere Szombathelyre vezetődik vissza, és hogy egy 22 kötetes, sikeres sorozatot szerkesztünk, amely egyedülálló Magyarországon. A fiatal grófnő rózsaszín naplóját olvasta először a szerkesztő, ez keltette fel az érdeklődését a II. Világháborúban önkéntesként szolgáló nő iránt. 3 éve áll a kutatásaim fókuszában. Először a pannonhalmi bencés főapátságban találkoztam az ő hagyatékával és iratanyagával, és ott bukkantam arra nagyon bájos és kedves rózsaszínű naplóra, amely 1933 és 36 között íródott, és tulajdonképpen az arisztokrata hölgy, az arisztokrata lány 16-18 éves korában teljes látképet kapunk Erdőd Ilonáról. Harangozó Bertalan kormány megbízott mellett Asbóth Mária, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szombathelyi csoportjának vezetője is méltatta a grófnő tevékenységét. Ebben az évben még 2 kötetre számíthatnak az olvasók, Kristóf Ágota és Győrvári Edit életrajzát dolgozzák fel a sorozatban.